Egy kakasdi élelmiszerboltban fogott össze a négy alkalmazott. Amikor valamelyikőjük az üzletben vásárolt, akkor az éppen a kasszát kezelő kollégája nem ütötte be egyes termékek árát, több hónapon keresztül loptak így, főként élelmiszert. Végül egy stand során bukott ki a hiány, majd ezt követően nézték vissza a vezetők a kamerák felvételeit. A négy alkalmazott most állt bíró elé, aki mindannyiukat bűnösnek találta. A vádlottakkal szemben különböző büntetéseket szabott ki. Az első és másodrendű vádlottat egy-egy év börtönbüntetése ítélte, melynek végrehajtását 2-2 év próbaidőre felfüggesztette, és emellett még kiszabott velük szemben magasabb összegű pénzbüntetést is. A harmad-negyedrendű vádlottakat szintén csak pénzbüntetésre ítélte a bíróság. A lopás mellett azért vádolták meg az elkövetőket információs rendszer megsértésének büntettével is, mert a boltok pénztárgépei folyamatos online kapcsolatban állnak az adóhatóság rendszerével. Az ügyész szerint emiatt az eladók a NAV rendszerét is távolról manipulálták. Az ítélet jogerőre emelkedett, mert azt minden érintett fél tudomásul vette.